Az alacsony Tátra déli lejtőjénél folyik a Sajóba a Csetnek patak, és itt található a valaha szebb időket látott Csetnek. Alig 30 kilométerre vagyunk Aktelektől és a magyar határtól. A főtéren megrokkant polgárháza és az elhagyottság levegője. De nem volt ez mindig így. A település valaha igen gazdagnak számított, ezért épülhetett itt ilyen hatalmas és ékes templom. Amikor valaki megérkezik Csetnekre, és kitárják előtte a templom kapuit, mindenkit lenyűgöz az a színes, freskókkal teli belső. A templom főhajójának legkülönlegesebb része az eredeti gótikus ablakok, a 15. század második felében épültek, és a mai napig megmaradtak. De ami igazán felejthetetlenné teszi az összhatást, azok a freskók. Mindenhol freskó. Bárhova nézünk, mindenhol középkori falfestmények. Valóban nem mindenhol találhatunk több mint 200 négyzetméternyi festett fali képet. Márpedig ezek a templom falfelületeit szinte teljesen beborítják. Alig 100 év alatt, amíg 1554-ben a csetnekiek át nem tértek az evangélikus hitre, gyakran több festőcsapat is dolgozott itt egymás mellett. Csetnek a fegyvergyártásnak köszönheti, hogy megmenekülhetett a török pusztításától. Védelmi pénzt fizettek. Az evangélikus egyháznak pedig azt, hogy 500 éve az áttéréskor lemeszelték a falakat, így megőrizték a középkori freskókat. Csetnek az teljes egészében, tehát a csiszolatlan gyémánt és a felfedezésre váró a falképek, kutatásra váró anyag az Csetnekre tökéletesen megfelel. Tulajdonképpen az az érdekesség, hogy ugye a Bebek család egy hatalmas nagy birtoktestre szertevő család lett. Később ugye Nagy Lajos király idején élték a virágkorukat, és két ágra szakadt a család, osztozkodtak a birtoktesteken. Az egyik lett a Pelsőci Bebek család, a másik pedig a Csetneki Bebek család. Ők így aztán később a Bebeket el is hagyták a csetnekiek. Ugye minden adott volt arra, hogy ezt így ők bőven megtehessék, tehát a hatalmas, kiaknázatlan nemesérc, meg vasérc bányák a környéken, és a hihetetlen gazdagság, ami jellemezte az egész vidéket a 14.-15. század elején. Ez a gazdagság, ez tulajdonképpen még a 16. tehát 1500-as évek elején még megfigyelhető, később a reformáció miatt aztán teljesen elesett tulajdonképpen ez a vidék. Tehát egy ilyen kérész életű virágkornak neveznénk, de nagyon nagy nyoma maradt ennek a virágkornak a magyar történelemben, mind a mai napig. És ugye a csetneki család, ők teljes erőbedobással ugye a saját nemzetségi központuknak a megteremtésén munkálkodtak. Pelsőcön ott volt a Pelsőci Bebekeknek a központja, és Csetneken pedig egy még monumentálisabb templomot építettek. Ugye ez egy a mai napig látható háromhajós bazilika. A templom építésének kezdetei a 13. századra nyúlnak vissza, amikor az északi oldalon megépítették az egyhajós templomot. 230 éve, amikor eltávolítottak egy kőlapot, az 1286-os évszámot találták. Ez alapvetően a jelenlegi északi hajó, amelyet később kibővítettek a mostani állapotába. Csetneket elsősorban a vasbányászat emelte fel, ennek köszönhetően egy híres bányászvárossá nőtte ki magát Felső Magyarországon. A csetneki családnak köszönhetően áll itt ez a templom is. A család történetük nagyon színes, az évszázadok során folyamatosan változott. Utolsó képviselőjüket ebben a templomban helyezték örök nyugalomra, 1602-ben, amikor a család férfiágon kihalt. A csetneki, ma evangélikus templom hajóiban alig 100 év alatt legalább háromszor újították meg a freskókat, jelezve ezzel a csetneki család rangját. A család hatalmának csúcsán az 1420-as, 30-as években más festette az északi hajóban a Jézus gyermeksége képsort, más a keleti szakasz déli falán a bibliai példabeszéd képeit, vagy felette az angyali üdvözletet. A főszentélyben a Passió látható, de az egyik mellékhajó ívén megjelenik az öt okos és balga szűz, a pilléren pedig a magyar szenteket, Istvánt, Lászlót, valamint Szent Imrét találhatjuk meg. Hát a csetnekinek az érdekessége azon felül, hogy a legnagyobb templom a Gömöri körben a freskó díszítés.
Első ránézésre már négy fázist tudunk megkülönböztetni, négy kifestési fázist. Kostola nachádzame rôzne vrstvy. A templomban különböző korszakok falfestéseinek különböző rétegeit találjuk. A legrégebbi a 14. századból származik, amelyre később a 15. században újabb vakolatréteget vittek fel. A déli szárny freskói a késő gótika idején keletkeztek, aztán a hátam mögött van egy különleges halotti pajzs is a falra akasztva. Bakos Gabriel a Csetneki család kihalása után vette át a város kormányzását. Csetnek fontos polgára volt, aki fegyvergyártóként a Habsburg ellenes felkeléseket támogatta. 1636-ban a reneszánsz barokk oltárt is ő adományozta. Csetnek sokáig a gömöri vaskohászat központja volt. Akkor 100 szlovák és magyar bányászok egyszerre lakták, de hogy ez már szóba került, voltak itt rézművesek, pajzskészítők is. Valaha a Csetnek patak nem csak a várost ölelte körbe, de a várat is a templom körül. Ellentétben más középkori templomokkal itt néhány részlet megmaradta a külső falfestésből. Szokás volt valamilyen színes dekoráció a külső felületeken is, ez sokféle lehet. Lehet, hogy csak egy ilyen kvádert utánzó festés került a vakolatra, de valóban gyakori volt, hogy alakokat, figurákat is festenek. Nagyon népszerű volt Szent Kristófnak az alakja. Ez sok helyen, Gömörben is, ma is még kivehető, hogy ott van a templom külső falán. Szent Kristóf az utazóknak a védőszentje volt, és ha valaki utazása közben, vagy jártában, keltében Szent Kristófot látta, akkor aznap nem érhette baj.